Két haza egy szívben címmel látványraktár nyílt a komáromi Klapka-György Múzeum régi főépületében. A tárlaton elsősorban Horsa Istvánné gyűjteményét tekinthetik meg a látogatók, melyeket felvidéki kitelepítettek tárgyaiból rendeztek be. A múzeum alapítója Kecskés László kezdte el gyűjteni a néprajzi tárgyakat is itt Komárom környékéről. A gyűjtemény nagy része azonban Horsa Istvánné nevéhez kapcsolódik. Ő csallóközi felvidéki tárgyakat gyűjtött össze, illetve kitelepítetteknek a hagyatékából származnak ezek a tárgyak. Az ötlet abból adódott, hogy ez az épület már raktárként működik, rengeteg régészeti anyagunk van, különböző tárgyakat tárolunk itt, és a néprajzi anyag annyira szép volt, és szerettem volna Zsuzsa néninek egyfajta emléket állítani az ő munkásságának. Természetesen itt nem állna meg ez a folyamat, azon kívül, hogy bemutatjuk a tárgyakat óvodás, iskolás csoportoknak, illetve múlt héten éppen az idősek otthonából voltak itt látogatók. Ezen kívül szeretnénk nyilván gyarapítani ezt a gyűjteményt, és aztán majd egy méltó helyet találni neki. Mik találhatóak ebben a gyűjteményben, és milyen korszakot ölelnek át? Ez elsősorban a 20. század első felétől tartalmaz tárgyakat ez a gyűjtemény, mindennapi használati eszközöktől elkezdve terménybetakarításhoz kapcsolódó, konyhához kapcsolódó eszközökön át, viseleteket, viseletdarabokat, illetve mesterségekhez kapcsolódó tárgyakat, tehát mondjuk cipészeszközöket vagy fa megmunkáláshoz kapcsolódó eszközöket találunk itt. Említettem ugye, hogy nagy részt a felvidékről származnak ezek a tárgyak, természetesen meg kell említenünk Nagy Lajos naszvadi fotográfusnak a felvételeit, amelyekből rengeteg található itt a gyűjteményben, és igyekeztünk kirakni szép fotókat a falra. Kívül találhatók természetesen bútorok, valamint, ami nagyon fontos, a komáromi tulipános láda történetét is igyekszünk azért a meglévő darabokkal bemutatni, amelyek itt a látványraktárban, illetve a múzeum új épületében, a Brigéció öröksége látogatóközpontban is megtalálható. Bódi Iréntől, Munkácsi Díjas textilművésztől, iparművésztől vannak hagyatékból nyomódúcaink, illetve kékfestő anyagaink, amelyeket szintén nagy szeretettel mutatunk be a gyerekeknek és a felnőtteknek. Mi a cél ezzel a kiállítással? Célunk egyrészt bemutatni a régi korok használati tárgyait, az élet mienségét, hiszen ma már ehhez olyan sok kapcsolatunk nincsen, főleg a kicsiknek ugye az egészen nagy újdonság, hogy milyen tárgyakat használtak, akár most csak a múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódó gasztronómia témájában. Másrészt ugye említettem, hogy Zsuzsa néninek akartunk emléket állítani ezzel a gyűjteménnyel, harmadrészt pedig szeretnénk rámutatni arra, hogy Komárom paraszti múltja is nagyon fontos, és szeretnénk a néprajzi anyaggal is foglalkozni a múzeumon belül.
mennyire érdeklődnek a látványtár iránt, és akik eljönnek ide, mennyire érzik jól magukat, hogyan fogadják ezt a kiállítást? Akik itt voltak, pozitív visszajelzéseket adtak, elsősorban óvodás csoportok látogattak el ide, illetve a november-december folyamán vannak már előre beírt látogatóink. A gyerekeknek mesén keresztül mutatom be ezeket a tárgyakat, a szorgalmas és a resleány meséjén keresztül a mindenféle használati tárgyakat, konyhához kapcsolódó eszközöket vizsgáljuk meg, ami a gyerekeknek nagy újdonság, hiszen ma már nem dagasztunk a konyhába, nem sütünk kenyeret, még akár mákot se darálunk, tehát minden újdonság, amit mutatok nekik. Az idősek múlt héten voltak itt, az Észak-Komáromi Dunamente Múzeumnak munkatársa, néprajzosa Sipos Anna mutatta be nekik az őszi munkákhoz kapcsolódó eszközeinket. Az idősek pedig rengeteg emlékkel tudtak hozzájárulni ehhez a kis előadáshoz. Ők ugye gyermekkorukban azért nagyjából ebben a paraszti világban nőttek fel, nagyon sok tárgyhoz fűződött emlékük, amit megosztottak velünk, és egy nagyon kedves, jó beszélgetés kerekedett belőle. Mivel tervezik még bővíteni ezt a kiállítást? A látványraktár egyelőre ebben a formában így marad, amennyiben lesz erre lehetőségünk, szeretnénk időszaki kiállítást is készíteni a múzeumban. Ennek még a koncepciója még alakul. A komáromi ládák nyilván nagyon fontos termékei Komárom városának. Ezen kívül a viseletek nagyon szépek, és ezen belül valamiféle életutakat be tudunk mutatni. Aki meg szeretné nézni ezt a látványtárat, az mikor tud ide eljönni? Előzetes bejelentkezés alapján nálam a muzeumpedagogia@brigecio.hu e-mail címen, illetve telefonon tudnak bejelentkezni.